Nahali, üdv az Overboard végigjátszásában, első és nyolcadik pálya, Cruising in UAC. Hú, fiúk, ennek már nagyon ideje volt. Egy kis Overboard. Siriac Harris készítette a vadot, és hát őt már ismerjük a Going Down-ból, illetve a munkáját, és nagyon szereti a WC-ket, mivel ha megnyomjuk, akkor egy láthatatlanság az első titkos hely. És hát a történetről annyi, hogy Doomguy vakáción van, és a hajót megszállják a démonok. Ennyi a bő történet. Úgyhogy tisztítsuk ki a hajót. Hopp, kifogytunk. Jó, van chain gun. Hol vagy? Oké, nézzünk körül. Jó, sok zombi. Akár csak a Going Down első pályáján. Jó, és vannak hordók. Oké. Na, kicsit beszorítottak. Na, jó lenne még a többi hordót is szétütni. Jó, gyertek csak szépen. Azaz. Oké, vegyük el a chain gun-t. Imádni való ez a vad. Nehézség alapján, hát mondjuk olyan közepes, nem a legnehezebbek közé tartozik. Hát mondjuk úgy, mint a Going Down. Jó, van egy supercharge, ó, itt is vannak hordók. Hagyjuk meg őket. Ó, nagyon szépen használhatóak a hordók. Tessék, gyere csak még ide. Így, na. Jó, ott fönt azt hiszem van egy chain gunner. Ó, itt lent van egy chain gunner. Oké, nagyon sok szép apróság, mert nem értem, hogy miért égnek a monitorok. Szobák. Ó, ez itt rosszul érzi magát. Igen, ők is. Jó, van még egy hely, ahol nem voltunk, mégpedig a hajónak az alsó része. Gyerünk be, várj, nem itt van, hanem a másik felén. Na, most eltévedtem. Hol van a... Ja, a fönt van. Jó, és akkor hogy megyünk fel? Így. Ó, még egy chain gunner is. Jé. És nem csak zombik vannak az első pályán, hanem egy cyber démon is. Jó, vegyük fel a super shotgun-t. Használjuk egy kicsit, esetleg hogyha cyber is ide lő, akkor ő is tud segíteni, de bennünket is meg tud könnyen ölni. Nyilvánvalóan nem kell a cybert lelőnünk. Nyomjuk meg a piros kapcsolót. Nem sikerült. Na, még egyszer. Így. Jó, ő azért infajtol még. Jó, hát... Hagyjuk az impet élvezkedni. Jó, addig a másik titkos helyet megnézzük. Egy kék armor. Mi történt az impel? Az imp abba hagyta... Gyerünk, hát olyan jót szórakoztál. Na jó.
hagyjuk itt a Cybert szenvedni, vegyük fel a piros kulcsot, menjünk fel, és kapunk még ellenfeleket. Hello, itt újra benépesedett a hajó. Hello, Revenant. Gyere szépen erre. Jó, akkor tisztítsuk ki ezt a részét előbb. Jöhet ez a rész. Így. És mindjárt végeztünk is a pályával. Nagyon egyszerű pálya. Van bent? Nem. Na, nem tudok vissza. Akkor teljesen körbe kell menni. Jó, hol van még ez az egy ellenfél? Tűnés a hajómról. Na, így. Piros kulcssal pedig meg tudunk menekülni, mégpedig hogy nevezik motorcsónakot, a mentőhajón. Le kell szépen engedni. És ugorjunk ki, és itt a vége a pályának. És egy gyönyörű záróképernyő van. Ja, és ne kapcsoljatok el, mert úgy terveztem, hogy bemutatom a pályának a pluszos, nehezített verzióját is ugyanebben a videóban. Úgyhogy következzen! És akkor következzen a nehezített verzió, New Game Plus. Jó, majdnem minden ugyanaz, a titkos helyek ugyanazok, a fegyverek és a tárgyak már lehetnek mások, meg az ellenfelek is. Ott egy Cyber, és ez nem a pincéből való, ez egy másik Cyber. Na, Shotgunner. Jó, felvettük a sima shotgunt. Használom egy kicsit a pisztolyt, hogy maradjon a shotgunba lőszerem. Oké, Mankey Boost lelőjük, mert nem sok hasznát veszik. Így. Nem sok kellett neki. Jó, és van két Archvile. Jó, az egyik azt hiszem, hogy itt jön. Nem tudom, mikor szokott jönni. A másik az tuti akkor, amikor ide jövünk. Jó. Megjött. Oké. Van nekem csinganom is. Merre van a Cyber? Okay. Jó, erre nem nagyon van senki most. Jé, Revenantok fölébredtek. Igen, mert ők ott vannak abban a gödörbe. Esetleg vannak hordók körülöttük, nem tudják berobbantani őket? Na jó, gyerünk le, nézzük meg, mi van a pincében. És nincs Cyber Démon. Akkor vajon mi lesz? Nyomjuk meg a kapcsolót. Sérthetetlenség. Jó. Találunk Archvile-okat. Kell lőszer is még. És használjuk ki a sérthetetlenséget, hogy az Archvile-okat lelőjük. Azt hiszem, hogy
meghaltak. Jó, van egy titkos hely, ugyanott, ahol az előzőleg, na, van kék armor, és mehetünk vissza fel, most már van plazmánk, nincs még lőszer, jó, oké, ennyi van, gyerünk fel, és lesznek ugye új ellenfelek, és majd a Cyber Demontól óvakodjunk. Ó, igen, van egy Revenant. Jó, meg egy Supercharge. Jöhet, és akkor majd szép lassan lelőjük a Cyber Demont. De még azt a csapdát se aktiváltam be. Ó, jött az Archvile. Okay. Jó, meghalt. Oké, okay. Jét jönnek fel a liften. Hol a Cyber? Jó, úgy hallom, hogy nincs a közelben. Oké. Okay. Jé, egy följött. Na. Hát közül a mentőcsónakot is akár leereszthetem. Oh, hello, Chain Gunner. Au. Ó, oh, és még ezt sem aktiváltuk. Jó, meg jó, hogy hátra néztem. Nekik a rakétavető kellene. A Cyber már a nyomomba volt. Wow, majdnem eltalált. Oké. Okay. Hú, Cyber, te egész ide el tudsz jönni. Hát nem a legjobb így harcolni. Na mindegy, megöljük most már. Jó, vannak revenantok is még valahol. Jó, téged super shotgunnal. Gyere. Jó. Oké, okay, hol vannak a revenantok? Még az is lehet, hogy Archvile is maradt valahol. Hogyha valamit nem aktiváltam be. Ja tényleg, hát ezt még nem aktiváltam be. Jó, rakétákkal nyerünk. Jó, robbantsunk föl mindent. És hol van a Revenant? Na gyere. Így, na végre. Hát akkor kétszer megpucoltuk a hajót, úgyhogy mehetünk a mentőcsónakba. Így. És akkor Cruising USC plusz változata is teljesítve. Hát, nagyon imádom ezt a megavadot, úgyhogy muszáj volt egyszerűen belekezdeni. Pont erre a nyári időszakra témailag is megfelel, úgyhogy majd megpróbálom a Solar Struggle-lel párhuzamban nyomni. Na, remélem tetszett, köszi, hogy itt voltatok, és találkozunk a következő videóban.